hogy mi a gondviselés? Sajnálom, nincs rá válaszom. Bárhogy is próbálom, láttatni kívánom. Azokkal a szavakkal, amelyekkel az adásviteli szerződést írják, a pénzt számolják, a jövőt kalkulálják, a múltat szidják, a rendet káromolják. Nem lehet a gondviselésről beszélni. Tapasztalni kell azt, érezni és élni. De ne csüggedj, mert van válasz a kérdésre, mely bár megfoghatatlan, könnyű az értése. Mély és sokat mondó válasz, nehéz szavakba zárni, de csukott szemekkel is meg lehet azt látni. Mindaddig, míg félelem tarkítja a világot, te is csak a pénzt, az anyagot és a hasznot látod. Ha behunyod a szemed, nem vakít az érem hamis fénye, a gondviselés elkezdődik, és szolgál mindörökre. Az első lépés lehet nagyon nehéz, míg a hamis biztonságérzet az elméből elvész. Az első lépés a bizalom lépése, melynek megtétele bátorság kérdése. Félelmet forrását megértéssel apasztod. Ha az kiszárad, ledobhatod láncot. Előtted az élet, vajon mit rejteget? Emeld fel a lábad, és lépj a százért egyet. Ezt a régi versikét fontosnak tartottam felolvasni, mert a Szent Lélekről hogyan is beszélhetnénk úgy, hogy nem említjük a gondviselést, nem teszünk említést a gondviselésről. Mi a Szent Lélek? Hát sajnálom, rossz hírrel kell kezdem ezt a felvételt, ugyanis nem tudom meghatározni. Mint ahogy mondani szokás, van egy rossz hírem és egy jó hírem. Kezdem a rossz hírrel. Nem tudom a Szent Lelket meghatározni. Nem is akarom meghatározni a Szent Lelket, drága barátaim. És mindjárt következik a jó hír. Hogy akarhatnám én a rész, az egészet, az egészségeset meghatározni, körülhatárolni, körülírni? Hogyha meg tudnám határozni a Szent Lelket, ami nem más az írás alapján, mint Isten, mert Isten lélek, milyen lélek ő? Szent lélek. Így van-e? Hogyha meg tudnám őt határozni, azt jelenteni, hogy bálványimádó vagyok. Hogy hamis isteneim vannak, általam kitalált istenek vannak a szemem előtt. És hogy igazából még azt is be kell ismerjem, hogy nekem nem arra van szükségem, hogy a Szent Lelket meghatározzam, körülírjam, körülhatároljam, hanem ellenkezőleg arra van szükségem, hogy a Szent Lélek bontsa le az én határaimat. Nem azt mondom, hogy a Szentlélek határozzon meg engem, hanem a Szentlélek építse le, bontsa le az én határaimat, az én korlátaimat. Távol álljon tőlem, hogy meg akarjam határozni a Szentlelket. Viszont közel álljon hozzám az, hogy a Szentléleknek át tudjam adni teljes mértékben az életemet. Annak a Szent Léleknek, amelyiknek és akinek minden tiszta és világos. Ugye itt már érződik, hogy nem mindegy, hogy én akarom vezetni a Szent Lelket,
aki rész tudással, rész információkkal rendelkezik az élet dolgairól, vagy pedig átadom az irányítást neki, hogy ő irányítson engemet, mert ő tökéletes, neki mindenre van rálátása. És ha megnézzük, hogy mi az ellentéte a Szent Léleknek, Istennek, akkor nyilván azt látjuk, hogy a sötétség lelke, a gonoszság lelke, a hazugság lelke. És azt látjuk, hogy a világunkban, az elbukott fizikai világban a hazugság lelke népszerűbb. Sokkal többen ismerik a hazugság lelkét, sokan még le is diplomáznak belőle a hazugság lelkének az ismeretéből. És azt mondja a mester, a megváltó, hogy boldogok a lelki szegények, a lélekben szegények, a szent lélekben szegények. Vajon mire mondta ő ezt? Többször beszéltünk már erről, hogy ezt ő arra érthette, hogy boldogok azok a személyek, akik vágyakoznak a Szent Lélek jelenlétire, hogy megújítsa őket, folyton megújítsa őket, többet és még többet adjon magából, hogy még inkább lebontsa az ő korlátaikat, az ő meghatározottságukat. És ha jól belegondolunk, akkor ugye Istenhez képest, de még Krisztushoz képest is mindenki lelki szegény, hogy igazából. Tehát senki sem bővölködik a lélekben, a szent lélekben. Mindenki többnyire a sötétség lelkében jár, a sötétség lelke szerint jár. És keresi az útat kifelé a sötétségből, de nem találja. Tehát, hogy igazából mindenki lelki szegény. Hát akkor miért mondta a megváltó, hogy boldogok a lelki szegények? Hogyha mindenki lelki szegény, elvileg akkor mindenki boldog, nem? Nem boldog mindenki, mert vannak személyek, akik nem tudják, hogy lelki szegények, akik nem tudják magukról, hogy lelki szegények, akik elfelejtették, hogy örök életre lettek rendelve a Teremtő által. Azok nem vágyakoznak a megismerésre, a Szent Lélek általi vezetésre, és elvesznek, elsorvadnak, elkorhadnak, teljesen fölöslegesen megöregednek, megbetegednek, majd meghalnak. A boldogok, a lelki szegények azokra a személyekre értendő, akik nem csupán lelki szegények, hanem tudják is magukról, hogy lelki szegények. Mert aki nem tudja magáról, lelki szegény, az nyilván lelki szegény, de nem tud megtenni lélekkel. Mert öntelt, ő azt hiszi, hogy tele van az ő edénye, közben üres. Na de mi a Szent Lélek? Hogyan tudnék beszélni róla? Hogyan tudnék egy néhány jellemvonást megmutatni, amely a Szent Lelket jellemzi? Mit mondhatnék róla? Távol álljon tőlem, hogy bálványozzam a magyar nyelvet. Szeretem a magyar nyelvet. Örvendek, hogy a magyar nyelvet anyanyelvemnek mondhatom. De viszont nem a magyar nyelv az én Istenem. Nem tőle várom a megváltásomat, a megújulásomat. Mert a magyar nyelv is, a magyar nyelvben is
rész szerint van jelen az ismeret. Az igazság megismeréséhez és annak megéréséhez sokkal többre van szükség, mint bármilyen nyelv itt a Földön. Egy nyelv pontos használata rávezetheti az embert az igazság útjára, de nem képes megtartani rajta. Sokkal többre van szükség ahhoz, hogy valaki megmaradjon az igazság útján. Ennek ellenére, hogyha valaki azt kéri tőlem, hogy beszéljek a Szentlélekről, és keresek szinonimákat a Szentlélek leírására. A legelső szavak, fogalmak, amelyek eszembe jutnak a Szentlélek kapcsán, magyar fogalmak, az a szerelem, szerelem, szeretet szók, ugye, magyar szavak, amelyek rámutatnak arra, hogy a Szentlélek szeretet adja a szert, szerrel táplál, szerrel etet, szeretet. A Szentlélek szerelem. De hogyha figyelembe vesszük az írásokat, a proféták kijelentéseit, Jézus kijelentéseit, akkor egy nagyon fontos fogalom, ami talán segíthet megérteni a Szentléleknek a szerepét és a legfőbb jellemvonásait, az a következő. Oldószer. Hát egy picit humorosan hangzik, de viszont, hogyha elgondolkodunk azon, hogy miért lehetne oldószernek is nevezni a Szent Lelket, azon kívül, hogy etetőszernek nevezzük, ugye, szerelemnek nevezzük, egy fajta elem, amiben szer van, egy szükséges szer van, gyógyszer van, oldószer van. Mit tesz az oldószer? Felold dolgokat. Általában az oldószer feloldja a szennyeződéseket a ruhán, vagy különböző tárgyakon. Az oldószer, a Szent Lélek, mint oldószer, mit csinál, hogyha figyelembe vesszük az írásokat? Feloldoz, drága barátaim. A Szent Lélek feloldoz. Feloldozást ad. Mit old fel a Szent Lélek? A gonosz léleknek, a sötétség lelkének, a tudatlanság lelkének, a hazugság lelkének a csinálmányait. Amikor, tudjuk jól a vallásból is, amikor valaki a Szent Lélek hatására belátja, meglátja bűneit, és megbánja azokat, akkor a megbánás által rögtön megkapja a feloldozást is. A Szentlélek feloldozza őt, elszakítja őt a bűneitől, a nehéz terheitől, amelyek összekötik őt a világgal, a világ hazugságaival. Ekképp ugye a Szentlélek oldószer, hatalmas szüksége van az embernek az oldószerre, ahhoz, hogy szabad legyen. A Szentlélekről sokat lehetne beszélni, és soha nem érnénk a végére, mert, mint mondtuk, ő az, aki egész, egészséges. Én rész vagyok. Részként az egészről sokat tudok beszélni, és akkor sem leszek képes körülírni teljességgel, megmagyarázni, vagy meghatározni. De viszont azt el lehet mondani a Szent Lélekről, hogy az igazság lelke is a Szent Lélek.
Az igazság lelke, amely lerombolja a gonoszság vagy a hazugság világát, a mulandóság világát lerombolja az ember lelkében, és szabaddá válik általa. Ez a Szentlélek, az igazság lelke is. Feloldoz, eloldja, eloldozza a hazugság, a tudatlanság, a sötétség és a bűn kötelékeit. Oldószer. Ugyanakkor igazszer is, ugye, pont az igazságossága által tudja ő eloldozni a bűn kötelékeit. Az igazsága által tud minket feloldozni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a Szent Lélekben van az igazság. És mivel az igazság a Szent Lélekben van, eképp a szabadulás kulcsa is a Szent Lélekben. No már most, hogyha valakit kíváncsivá tett ez a gondolatmenet, és felteszi ezt a kérdést magának, hogy jó-jó, de hol van ez a Szent Lélek? Hogyan lehet találkozni vele? Én most csupán a rövid választ adnám erre a kérdésre. Nem szeretnék én mindent begyömöszölni a hallgatók szájába, mint az édesanyja a gyermeke szájába a tejbegrízt. Mert nem helyes. Azt mondja a mester, hogy boldogok, akik éhezik és szomjozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Ők megtalálják a Szent Lelket. Az is mondatik, hogyha mi gonosz létünkre tudunk jót adni a gyermekeinknek és embertársainknak, mennyivel inkább ad a mindenható Isten nekünk Szent Lelket, ha kérjük tőle. Ingyenes ajándék. Nem kell hozzá semmilyen tanfolyam az ég adta világon. Nem kell pénzt adni érte. És mégis tiszta ingyen megkaphatja bárki ajándékban. Miért ingyenes, drága barátaim? Azért, mert értéktelen? Egyáltalán nem. Nem azért ingyenes, mert értéktelen, hanem azért, mert megfizethetetlen. Istennek a etetőszere megfizethetetlen. Nem lehet azt megvásárolni. Nincs annyi pénzed. Hogyha az egész világ a tiéd volna, és azt eladnád pénzért, akkor sem tudnád megvásárolni. Ezért mondatik az, hogy nehezebb a gazdagnak bejutni Isten országába, mint a tevének átmenni a tűfokán. Egyszerűen a pénz teljes mértékben, az anyagi jólét teljes mértékben fölösleges és hiába való, nem juttat senkit sem közelebb az etetőszerhez, a szerelemhez, az oldószerhez, az igazság szeréhez, a Szent Lélekhez, mert az ingyen adatik mindenkinek. Aki igényli, aki sóvárogja, aki keresi, éhezi annak a jelenlétét, a gyermeknek, drága barátaim, aki felnőtt, és ragaszkodik az ő felnőttiségéhez, ahhoz, hogy ő meg van határozva, oklevelek, elismerések, tekintélyek, népszerűség, Facebook lájkok által, vagyon által, szakmai tudás által, aki meg van határozva, az felnőtt, az nem gyermek. Ő nem tudja magához venni a Szent Lelket, mert ő nem tudja magáról, hogy ő is lelki szegény, neki is szüksége volna rá, de viszont elhatárolja magát tőle. Hogyan határolja el magát tőle? Úgy, hogy elmegy és megvásárolja pénzen a hamis tudást, amivel meghatározza, körbefalazza magát, és elkezdődik a felnőtt kor a szó lehető legrosszabb értelmében. Az öregedés, a kérgesedés, és ekképp az ember már nem tudja beengedni az oldószert, a szer elemet, ugye, a Szent Lelket, mert ő azt hiszi, hogy neki már mindene megvan, holott semmilyen nincs abból, ami igazán fontos.
engedjétek hozzám a gyermekeket, mert az övék a mennyek országa. Ők nincsenek meghatározva. Ők még nem top modellek, ők még nem üzletemberek, ők még nem bankárok, ők még nem professzorok, ők még nem tanárok, még nem kaptak okleveleket, nem kaptak diplomákat. Ők lágyak, ők folyton szerelemben vannak. Szent lélekben járnak a legtöbb gyermek egy bizonyos korig. Ezért mondja Jézus, hogy az ő angyalaik folyton látják az én mennyei atyának az arcát. És jaj annak, aki egyet is megront azok közül, akik hisznek én bennem, a gyermekek közül. A szent lelket mindenki magában hordozza, drága barátaim. Aki újjászületett, aki felnőttként megkívánta a gyermeki állapot gondtalanságát, hogy gyermek újból gyermek legyen. Aki Istenhez fordult, aki éhezte és szomjozta az igazságot, aki megismerte Krisztust, találkozott vele, mert ő adta a szent lelket az ő jelenlétével, drága barátaim, az ő jelenlétével adta mindenkinek bőven, bőségesen, nem volt smucig. És aki kapott, az alkalmas arra, hogy továbbadja embertársainak a szent lelket. Egy olyan személy jelenlétében, aki gyermekké változott, gyermekké vált, Isten kegyelme által, a Krisztus ismerete által. Van szent lélek, ezért az ő jelenlétében lehet kapni belőle, a szent lélekből, az oldószerből. De hogyha valakinek nincsen lehetősége olyan személlyel találkozni, aki a szent lélekkel jár, aki szent lélekben van, aki teljes, telve van szent lélekkel, mert ő gyermek, Isten gyermekévé vált az igazság ismerete által. Ha valakinek nincs lehetősége ilyen személlyel találkozni, annak tényleg teljesen baráti szeretettel, embertársi szeretettel javaslom, hogy keresse Krisztust, ismerje meg őt a négy evangélium alapján. Mert ő azt mondta, hogy aki megismeri az ő beszédét, az ő szavait, az ő tanítását, és neki lát annak, hogy megcselekedje azokat, megtelik szent lélekkel, mert arra adatik a szent lélek, hogy a szentséget megcselekedje vele az ember. A tökéletességet, amelyet Isten elrendelt. Aki csupán olvassa, vagy hallja Jézus szavait, és nem cselekszi azokat, nem kap szent lelket, nem fogja megtapasztalni az oldószert, ami feloldhatná benne a sok hazugságot, a bűnöket, amiket ő tudatlanul a sötétségben felhalmozott. Mert azt mondja a Mester, hogy ha megmaradtok az én beszédemben, abban, amit mondtam nektek, ha azt megtartjátok, megcselekszitek, akkor fogjátok megismerni az igazságot útközben, cselekvés közben, és azáltal szabadokká váltok, mert megteltek szent lélekkel, és elszakadtok a világ hiába valóságától, a világ hazugságaitól, a félelmektől, a földhöz ragadtságtól, az anyagiasságtól, a kételyektől, a versengéstől, az irítségtől, a kevésétől, a büszkeségtől és mindentől, mert a szent lélek az szerelem, etetőszer, oldószer, ami feloldozza, feloldja, eloldja a hazugság kötelékeit, drága barátaim. Ha valakinek a szívében értelmet nyertek ezek a szavak, és úgy érzi, hogy neki is szüksége lenne a szent lélekre, az oldószerre,
hogy le tudja tenni a terheit, azokat a terheket, amelyeket a világtól szerettő fel, a világi tudományokból, az emberi tudományokból, a világ hazugságaiból, annak mindenképp azt javaslom, hogy személyesen fohászkodjon az oldószer, a Szent Lélek forrásához. Ahhoz a személyhez, akinek az élete, szavai és áldozata révén a Szent Lélek megjelentetett az emberek számára, aki nem más, mint a Krisztus Jézus. Olvassa az ő evangéliumát, imádkozzon megértésért, hogy újjá tudjon születni, hogy megkapja az újjászületés ajándékát, hogy újból gyermek lehessen, és fürdőzhessen fizikai élete végéig, az örökké valóságig, a szerelemben, a Szent Lélek közelségében. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!